Köszöntöm az Együtt magazin nézőit, érdemes lesz ezúttal is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze önöknek. Vendégünk volt Porné Tünde, akivel Séda Szilvia beszélgetett a fülyukasztásról. Szó esett arról, hogy melyik életkorban ajánlott elvégeztetni ezt a szolgáltatást, a következő percekben pedig különféle eszközöket és fülbevalókat is mutatunk önöknek, illetve az is kiderül, hogy mennyire fájdalmas ez a beavatkozás. Na, beszéljünk egy picit magáról a folyamatról, hogy működik nálad a fülyukasztás. Itt a stúdióban elhoztál néhány fülbevalót, így, ugye ezek már maga a belőhető fülbevalók, amiket te ugye beleteszel a készülékbe. És ugye itt van maga a belővő pisztolyod is, ha jól hívom, remélem jól nevezem. Beszéljünk egy picit magáról a menetéről, hiszen ahogy én ugye az elején felvezettem, azért is mondtam, hogy egy nagyon kedves hölgy, mert én azt láttam azokon az anyagokon keresztül, vagy riportokon keresztül, amikben szerepeltél korábban, hogy te tényleg meg tudod fogni a gyerekeket, és mondjuk, hogyha a szülő oda megy félve, akkor te már a szülőnek a félelmét is le tudod vetkőzni, hiszen ugye szerintem már ezen is sok múlik ugye a fülyukasztásnál, hogy a szülő hogy áll hozzá, hogy mennyire vetíti a félelmét a gyerekre. Igen, két korosztály szokott hozzám jelentkezni, pontosabban három, de alapvetően kettő korosztályát találkozom leggyakrabban, vagy a csecsemők, vagy 4-5-6 éves korban, mikor a kisgyerekek maguk kérik, hogy ők szeretnének fülbevalót, és igenis menjünk el a nénihez, és ő szeretne a fülébe fülbevalót. Csecsemőkkel ilyen tekintetben nincs semmi probléma, egyébként a másik korosztálya sincs, de a csecsemőknél inkább a szülőket kell meggyőzni arról, hogy jó kezekben vannak, jó helyen vannak, semmi probléma nem lesz, a minimális kellemetlenségen kívül semmi gondja nem lesz a kisgyereknek a másik életkorban, amikor már ők maguk eldöntötték, hogy szeretnének jönni, ott viszont a gyerekekkel kell többet törődni, az esetleges félelmüket leküzdeni, a bizonytalanságukban segíteni őket, tehát mind a két korosztálynál, ez a szülők, aztán a kisgyerekekkel kell többet kommunikálni, de nagyon szívesen ez a munka, egy kis pszichológia is. Valóban a szülőknél a rengeteg kérdést meg kell válaszolni, hogy mi fog a kisgyerekkel történni, aztán az utókezeléssel, milyen dolgok lesz otthon. A kisgyerekek esetében pedig el kell nekik teljesen szájbarágosan az elejétől magyarázni, hogy mikor, mi fog velük történni, és ha tudják, akkor soha nincsen probléma, viszont ha hagyunk nyitott kérdéseket, meg az ő bizonytalanságukba hagyjuk őket, akkor persze nyilván egy kis hiszti tud belőle kerekedni, de ezt mindenképpen igyekszem minden esetben elkerülni. Csak ehhez nagyon sokszor a szülőnek is kell a segítsége, hogy ő is sugallja a kisgyerek felé, hogy jó helyen van, jó kezekben van, és nem szabad a bizonytalanságot átvetíteni, áthárítani a gyerekekre. A csecsemők esetében sem, mert ők is nagyon megérzik, hogyha a szülő ideges, bizonytalan. A nagyobb gyerekek esetében meg aztán egyértelműen. És akkor hogy történik maga a fülyukasztás? Egyrészt mennyi időt vesz igénybe maga a procedúra, hogyha azt vesszük még, hogy mondjuk megnyugtasd a szülőket, gyerekeket, és a többi? Miután megérkezik hozzám teljesen mindegy, milyen életkorban egy vendég, megtörténik a fülbevaló kiválasztása. Tehát tulajdonképpen rengeteg lehetőség, elsősorban esztétika szokott dönteni. Ezüstszínű, aranyszínű, köves, kő nélküli, kicsi, nagy, hát ezt mindenkire rábízom. Ha valaki nagyon mellé választ, mert egy csecsemőnek valami irtozatosan nagyon fülbevalót szeretne választani, akkor minden esetben szoktam javasolni, nem kötelező, szoktam javasolni, hogy talán az ő arc fülformájához képest, illetve a napi rutinnál ne a legnagyobb fülbevalót válasszuk. Mindig tudunk közös nevezőre jutni. Megtörténik a fülbevaló kiválasztása, utána egymással ülünk szembe két székkel, húzok egy gumikesztyűt, átfertőtlenítem a fülcimpát, megjelölöm. Ez meg nagyon tudjuk fontos. Tudjuk mutatni közben természetesen. A kis gépedet? Természetesen. Nagyon szép színű rózsaszín gumikesztyűt szoktam használni, hogy ez még barátságosabb, de persze. Átfertőtlenítem a fülcimpát, egy jelölőtor segítségével megjelölöm a területet, ahová kerül az ékszereszt, nagyon pontosan meg kell jelölni, mert nekem nem tetszik, ha valami nem szimmetrikus, meg lehet. És azt hogy állapítod meg, hogy mondjuk nyilván a két arcfél sem szimmetrikus? Nem, az emberi test sem szimmetrikus, ezért a fülcimpa sem. Általában az egyik mindig kisebb, a másik ehhez képest egy picit nagyobb, de ha az arctól a vízszintes távolság, illetve a cimpa aljától mért magasság egyforma, akkor minden esetben szimmetrikus lesz a fülyük. No, ezt megjelöljük, és aztán utána következik a fülbevaló behelyezése. Én egymás után szoktam a kettőt
gyorsan megoldani, nem azért, mert sietek, vagy szaladok bárhová, hanem sokkal... Tehát nem mutogatsz, hogy figyelj, itt a kis pillangó. Nem, ezt villámgyorsan meg kell oldani. A kicsiknél azért, hogy hamarabb megvigasztalódjanak, a nagyoknak már azért, hogy hát ne gondolják meg magukat félúton, mert utána ez a szülőnek is óriási csalódás, főleg a kisgyereknek, hogy csak félfűvel hova megy haza. Tényleg ilyenkor mi van? Volt már ilyen? Igen, biztos, persze volt, de ha kapok a szülőtől, mint az előbb is mondtam, egy kis támogatást, és rám bízzák arra pár percre a kisgyereket, és ők egy kicsit háttérbe vonulnak, és csak én kontaktálok a gyerekekkel, akkor mindig nagyon jó eredményeket tudunk elérni. Nem szabad őket kizökkenteni a munkafolyamatból, ezért mindig megkérem őket, hogy segítsenek. Nem, mintha én nem tudnám megoldani a fülyukasztást egyedül, de mindegyik fülbevaló zárt, steril kapszulában van csomagolva. Hogyha azt ők lehúzhatják a csomagot, hogyha ők rárögzíthetik a fülbevalót a készülékre, és ők részesei lehetnek ennek a fülyukasztásnak, akkor minden esetben lefoglaljuk őket, egy kicsit elterelem a gondolatát arról, ami történik vele. Rögtön mutatom neki tükörbe, hogy egy kicsit inspirálja, hogy az egyik megvan, a másik már mindjárt meg lesz, akkor mindig nagyon jó eredményeket tudunk elérni. És nagyon fontos még az, hogy a kisgyerek ezt akarja. Hogyha csak azért jönnek el, mert a kapott a nagymamától egy fülbevalót, amit most már nagyon szeretne a család a fülébe látni, akkor az nem mindig szokott jól sikerülni. Nagyobb gyerekek esetében, nem a csecsemőkről van szó. Viszont ha a kisgyerek otthon jelentkezik, és kéri az anyukáját, az apukáját, hogy most már mindenképpen szeretne fülbevalót, és ez legalább 2-3 héten keresztül minden nap előkerül ez a téma, akkor jöjjenek el. Egyébként nem javaslom ebben az életkorban, mert nem lesz kooperatív se nálam, se az utógondozásnál, és az is nagyon fontos. Picit a gépet meg igen, tudod mutatni, természetesen. Hogy működik? Ugye az előbb is említettem, vagy a beszélgetésünk elején, hogy kétféle fülyukasztó rendszerrel dolgozom. A hagyományos készülék, használjuk még, de nem a kedvenc eszközöm, de nem azért, mert nem lehet vele szépen dolgozni, hanem mert nem annyira humánus. Beletöltjük a fülbevalót, és tulajdonképpen egy mozdulattal belelövöm a fülcimpába az ékszert. Volt egy kis hangja, és miután rugos szerkezetű, lendületes, egy kicsit intenzívebb a fájdalomérzet. A másik készülék esetében nincs hang egyáltalán, nem rugos szerkezet, hanem a kézerőmet felhasználva, csak így finoman áthúzom a gyerekek fülén a fülbevalót. Uh-huh. Ez egy jóval kíméletesebb megoldás. És a másik az pedig egy ilyen tartalék? Mert hogy két fület... Ugye jó, tehát mindegyikre külön kell. Igen, hát nem kell, én felgyorsítom a folyamatot, azért, mint az előbb is beszéltünk. Előre töltöd, és akkor azonnal szúrod. Igen, mondom, ez miattuk, nem miattam, miattuk, hogy mielőbb tudjanak fellélegezni, hogy vége, hogy mielőbb meg tudják nézni a tükörbe, hogy most már két fülbevalóm van. Az idővel próbálok itt egy kicsit spórolni, felgyorsítani. Ez pedig egy orjukasztó készülék, ez nem a fülyukasztáshoz használatos. Igen, még arról is szeretnék majd néhány szót ejteni. Ugye... Nagyon lányos dolog ez a fülyukasztás, és hát ugye megszoktuk azt már évtizedek, évszázadok óta azt, hogy mindig a nőknek van fülbevalója, de egyébként ez mennyire elvárás szerinted? Tehát tudom, hogy sokan azt mondják, hogy nem, én nem vagyok hajlandó, majd amikor a gyerek, mert hogy kínzásnak, vagy nem tudom, valahogy negatív élményt fűznek hozzá, gondolom a szülők, és hát ebből kifolyólag akkor nem akarják a gyereket ilyenekkel terhelni. De hogy ma már nagyjából mindenkinek van fülbevalója, aki nő? Nem, abszolút. Most már ugye jeleztem is, hogy nagyon régóta foglalkozom vele, míg a pályafutásom elején szinte 10 csecsemőből 9-nek volt fülbevalója. Ma már azt mondom, hogy 10 csecsemőből 5-nek van fülbevalója, 5 másik család pedig azt mondja, hogy megvárja, amíg a kisgyerek szeretne. És ez lehet, hogy 3-4 évesen, de az is lehet, hogy 15, és az is lehet, hogy soha. Egyébként én ezzel egyetértek, ennek ellenére, hogy ez a szakmám, ez a munkám. Nem gondolom azt, hogy a csecsemőnek tartozéka egy fülbevaló, bár nekem is van lányom, ő is 6 hónapos volt, amikor kapott fülbevalót, mert tudom azt, hogy milyen, és nem azért, mert presztízs kérdést csináltam belőle, hogy az én gyerekemnek nehogy már ne legyen, de nagyon sok kisgyereknél látom azt a tortúrát, azt a részükre a félelmet, nagyon nehezen tudják leküzdeni. Nagyon szeretne fülbevaló, de közben nagyon fél a fájdalomtól, a kellemetlenségtől, annak ellenére, hogy minimális, mégis megtapasztalta a rövidke élete során, hogy a fájdalom az nem annyira kellemes, és én szeretem volna ettől őt megkímélni, hogy ő ezt
gyakorlatilag egy fél perces sírás után el is felejtettük az egészet, és mire nagy lány lett, neki ezen nem volt gondja. De azzal is egyetértek, ha valaki azt mondja, hogy ő nem szeretné eldönteni a gyermeke helyett azt, hogy legyen fülbelője vagy sem, hanem majd, amikor ő szeretné, csinálja végig. Csak én ezt a munkám és a tapasztalásom alatt már úgy gondolom, hogy pontosabban megtapasztaltam azt, hogy ez nem mindig tud, valamikor nagyon klasszul működik, tényleg leül a kislány, megbeszéljük, megkapja fülbe ott, és boldogan mosolyogva hazamegy, de nagyon sok esetben nagyon frusztrált ez az egész tortúra, holott egy fél pillanat alatt meg lehetne oldani. No, én ettől szerettem volna megkérni a gyermekemet. Úgy tűnik, hogy jó döntés volt, de még egyszer nagyon-nagyon szívesen fogadom azokat is, akik azt mondják, hogy majd a gyermek eldöntés egyszerűen eljönnek közösen, egy közös lányos-csajos program anyukával, és kiválasztják, leülnek, fotó készül, videó készül, nagyon büszkék, és hazamennek. Mennyire jellemző az, hogy mondjuk azért lövetik ki a gyerekeknek a fülét, illetve a kislányok fülét, hogy megkülönböztessék őket a fiúktól? Hát erre is van gyakran példa, amikor az anyuka bejelentkezik, hogy azért szeretne viszonylag sürgősen a gyermekének fülbevalót, mert már az ötödik néni kérdezte meg a baba rózsaszínbe öltöztetett kislányáról, hogy fiú vagy lány. Gyakran. És azt mondják, hogy elég volt. Egyébként ők nem tervezték volna, de miután mindenki a kislányt fiúnak nézte, ezért szeretnének egy megkülönböztetéssel finoman jelezni a babakocsiba hajoló idegeneknek, hogy a babakocsiba kislány fekszik, és nem kisfiú. Egyébként fordítva, mennyire igaz fiúkat visznek hozzád jellemző? Nagyon ritkán, csecsemőket nagyon ritkán, tényleg talán egyszer vagy kétszer elfogadjuk, nem véleményezem. Nem értek vele egyet, de nem véleményezem, ez az ő dolguk. Hát a kamaszok, vagy a fiatal felnőttek azért szoktak jönni. Hát ez még akkor divat? Annyira nem, mint régen, de igen. Ezzel egyébként azt mondom, hogy ha a fiatal ember ő szeretné, azzal nincsen semmi gond, ő eldöntötte, megcsináljuk, semmi gond. Még akkor is jobb, mint hogyha a parkba egy padon egy biztos tűvel így sufni tuning megoldják ezt a dolgot. Ezzel nekem semmi problémám nincs, de ő szeretett volna, eljött, kapott, kiválasztotta, és majd ő ezt viseli és használja. A csecsemőkori fülyukasztással nem értek egyet, de ezzel sincs problémám. Mutattunk menet közben néhány fülbevaló, tehát meg te is mondtad, hogy rengeteg féle van, ugye a színekben és formákban tényleg rengeteg. Amit nagyon sokat szoktam látni, az a kis virágocska, talán az egyik legelterjedtebb lehet. Picit beszéljünk az anyagokról, meg hogy mennyire lehetnek esetleg érzékenyek a gyerekek, vagy ez most már mennyire jellemző, vagy nem jellemző. Azt gondolom, hogy megfelelő utógondozás mellett, amiről mindjárt egy pár szót még ejtenék, semmiféle probléma nem lehet a fülyukasztással után, semmi. Tehát ha betartják azt a minimális utókezelési tanácsot, amivel én el szoktam látni a vendégeket, akkor kizárt. Egyébként választható három különböző anyag, nikkelmentes orvosi fém, titánium és aranyból készült belőhető fülbevaló. Bármelyiket választhatják, nyilván van árban egy kis különbség, de mindhármat jó szívvel ajánlom. Miután egyiknek az ötvözete sem tartalmaz nehézfémet, ami egyébként korábban a problémákat valóban okozta. De ezek már nem tartalmaznak ilyen anyagokat. Az utókezelés meg semmi másból nem áll, csak meg kell minden nap forgatni a belőhető fülbevalót, belőtt fülbevalót. Hetente egyszer egy nedves törlőkendő segítségével körbe törölgetni. Ezt is mindig meg szoktam mutatni az ékszert, hogyha rászáradt, egyéb szennyeződés nem maradjon ott. És nagyon fontos, ezt mindig mindenkinek külön kihangsúlyozom, hogy a zárókapocs hátul, de ha a tévénézők, főleg a nők otthon ülnek most, és ellenőrzik a saját fülbelójukat, nem szabad soha a kapcsot szorosan rászorítani a fülcimpára. Ez sajnos gyakori hiba a felnőtteknél is, hogy mindenki jó szorosan rászorítja, mondva, hogy ne hagyja el az ékszert. Nem baj, ha egy kicsit szoros, de egy pici lehetőséget adjunk annak a fülbevalónak, hogy mozogjon. Mert sokan jönnek vissza azzal, hogy begyullad a fülcimpa, ránézek a gyermekek fülére, és mint egy satú össze van szorítva a fülük a fülbevaló által. Ez hiba, ez óriási hiba. És ez nem kell belőhető, ez lehet arany vagy ezüstékszer is. Ha szoros a fülbevaló, az mindig gyulladáshoz vezet. Tehát ha ezt a pár dolgot betartjuk, akkor kizárt, hogy probléma legyen. Mi van akkor, ha elveszíti mondjuk a gyermek az egyik fülbevalóját, és mondjuk benő, vagy esetleg valamilyen korrekcióról? Hát ha huzamosabb ideig nem viselünk ékszert, az valóban összenő, hiszen a fülyük az nem egy természetes állapota a fülcimpának, azt mi mesterségesen hoztuk létre. Ha nincs ékszer, bármilyen ékszer a fülcimpába, azt a szervezet úgy értelmezi, hogy akkor azt a sérülést, kvázi amit mi létrehoztunk, azt neki villámgyorsan össze kell
gyógyítani, visszaállítani az eredeti állapotára. Tehát mindenképpen javasolnám mindenkinek, hogyha ha ékszert visel, akkor ne vegye ki, mert abban a pillanatban összefog, nem azonnal nyilván, de viszonylag gyerekeknél nagyon gyorsan, felnőtteknél nyilván már lassabban, de nagyon gyorsan összenőhet, és ezért nem haragudhatunk. Ez a szervezet teljesen normális reakciója egy sérülés esetén. A korrekcióról is kérdeztél. A korrekció is nagyon gyakori munkafolyamat nálam, sajnos azért, mert vagy nem jó helyre lyukasztottak korábban, nem csak gyerekeknek, akár felnőtteknek is fülbevalót, vagy mert igen, összenőtt, és akkor újra kell reprodukálni ezt a dolgot, de mindegyik megoldható. És mindenkit bátran invitálok arra, hogy ha úgy érzi otthon a tükör előtt állva, hogy nem szimmetrikus a két fülbevalója, megoldható. Fedó a hülyéje című darabjával kezdődött el a nyári színház program sorozata. A szárazréti közösségi házba várták vasárnap a könnyed műfaj szerelmeseit. Mintha egyes férfiak nem becsülik valami sokkalmunkat, az egyik nem disztik, vár neki az összes. A másik, ahelyett, hogy húd alatt a udvarolna, vadember módjára rátul a hölgyre, és Fedó a hülyéje című korszakos bohózatával várja a színpad szerelmeseit a nyári színház. Az előadásokat ez évben új helyszínen, a megújult, megszépült fekete egy szárazréti közösségi központban láthatják a fehérváriak. Fedó világhírű művét Vidder Kristóf rendezi. Fedó nagyon sok tekintetben tekinthető a 20. századi abszurd előfutárának, és bár ez még egy klasszikus francia bohózat a szó legjobb értelmében, de mégis már az abszurd előjelei benne vannak, tehát olyan végletekig vannak feszítve a humoros szituációk, hogy azok már tényleg túlzóak, és ebben nagyon jó és nagyon nagy élvezet volt elmerülnünk ebben a próba folyamatban, hogy mindent elvinni a maximumig a művészekkel. Ugyanakkor azt is észrevethetjük, hogy ez egy fékezhetetlen bohó történet bizonyos értelemben. Igen, hát ugye ez egy eleve egy nagy kérdés az emberiségnek, hogyha így vesszük, tehát kialakult kultúrtörténetileg, hogy monogám kapcsolatok és a házasság intézménye lett a középpontjában az emberi kapcsolatoknak, vagy az a legmeghatározóbb. De aztán mégiscsak, ugye számtalan történet és a valóság bizonyítja, hogy azért ebből kikacsint az ember, és ebből fakadó káoszt fogalmazza meg itt Fedó. Az abszurd darabban, amely az exkluzív illem nélküliség, az emberi ferdességek remeke, valósággal lubickolnak a szereplők, így Varga Gabi alakítása is lenyűgözően természetes. Tündéri szerelmes dolog, a főszerepben két dublőr. Szia, meddig öldököl még engem? Mikor mondja végre, retíjon a magáé vagyok, azt tesz velem, amit akar. Nagyon szíveskedjen. Nagyon izgalmas játszani. Egyrészt végjátékot is szerintem mindig egy színésznek. Egyáltalán nem könnyű műfaj. És nem csak azért, hogy nyilván van egy ritmusa, van egy pontossága, és egyáltalán nevettetni, ugye, tehát, hogy valami szellemes legyen és szórakoztató, az nem könnyű, és az ízléses is legyen. De mind a mellett én azt külön a saját figurámban szeretem, hogy nekem azért van is egy elég komoly történet. Tehát, hogy honnan, hová, tehát elég sok minden történik, sok váratlan helyzetbe kerül ez a nő. Tehát, hogy magyarán van mit igaziból, tehát az lenne a jó, vagy én azt szeretném, hogy lehet valamit, tehát hogy őszinte pillanatok is a vicceken kívül, hogy itt tényleg megtörténik egy nővel egy váratlan helyzetben, nem számított arra, hogy a férje egyszer tényleg megcsalja. És amikor ez megtörténik, akkor hoppá. És az, amit előtte kitervelt, hogy na majd, ha megcsalom, akkor így és így fogom visszabosszulni őt, de amikor ott van abban a helyzetben, akkor ez egyáltalán nem úgy megy, ahogy elképzelés, egyáltalán nem olyan könnyű. A megcsalás és megcsalatás illúzióinak meg annyi helyzetkomikuma felhőtlen szórakozást ígér. Fedónál sok-sok harmadik úszik be a házastársi kapcsolatokba. A darabban jószerivel mindenki harmadik. Tulajdonképpen a megcsalatás vagy a házastársi hűség viszonylagos értelmezéséről van itt szó ebben a darabban, ahogy mindenki azt gondolja, hogy rendben van az élete, aztán befurakszik valaki más ide az ők is gyönyörű életükbe, és aztán észreveszi magát azon, hogy már harmadikká vált, és aztán aki harmadiknak gondolja magát, az rájön, hogy lehet, hogy ő negyedik lesz ebben az adott pillanatban, úgyhogy pont ez benne a
hogy visszacsatoljak az elejére a kérdésedre, ez benne valószínűleg az oka a népszerűségének, hogy rendkívül sok olyan vicces szituációt tartalmaz, amiben hát lehet lukickolni. Az illúziók nélküli házastársi hűség, a fékevesztett, de nagyon is emberi gesztusok nagymesterének műve kiváló lehetőséget kínál egy-egy karakter kibontására. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az ember egy picit más megközelítésben nyúljon hozzá egy szerephez, mert maga az anyag is hát egy ilyen abszurd humorú, ugye ez a fordítás is, illetve a rendezőnk Vidder Kristóf is abszolút e felé terelte az ügyet. A nyári színház premierje vasárnap 20 óra 30 perckor lesz, a közlekedést az ingyenes 37-es autóbuszjárat könnyíti meg a látogatóknak. Utána jártunk, hogy idén melyek a legkedveltebb nyaralási úti célok. A székesfehérváriaktól azt is megkérdeztük, hogy kivel és hol töltik szívesen szabadságukat. Ha nem is pálmafák várják a városunkba érkezőket, bőven akad látnivaló és gazdag programkínálat. A Horvátországból érkező Krisztina éppen európai körútja egyik állomásaként látogatott hozzánk. It's very clean. I love it, it's clean. Nagyon tetszik, hogy ennyire tiszta a város. Épp most jártam be egy kört, az építészet nagyon szép, a romkertről egy mini Atén jut eszembe. Egy Polgárdiban élő orosz férfi barátját hozta el Fehérvárra, hogy megmutassa, milyen szép helyen dolgozik. I show now this Székesfehérvár, it's a very nice town. Megmutatom a barátomnak Székesfehérvárt. Ez egy nagyon szép, történelmi jelentőségű város, hiszen a magyar királyokat itt koronázták. Tele van érdekességekkel. Many interesting things. De nem csak külföldről érkeznek városunkba. Ez a turista azt meséli, 25-30 évvel ezelőtt járt nálunk utoljára. Az a fejlődés, amit most lát, lenyűgözi. Most már még jobban tetszik. Nagyon szép, nagyon sokat fejlődött. És kedvesek az emberek. Hűsítő vizek, teraszok, meg annyi látványosság és számtalan program vár mindenkit városunkban a nyári szezonban. Evszegő Krisztina, a helyi Turinform iroda vezetője elmondta, a KSH adatai szerint tavaly májushoz képest 22%-kal nőtt a nálunk töltött vendégészakák száma, az egyéni és csoportos látogatók száma egyre növekszik. Az eddigi átlagos 2-3 órás programok helyett 4-5 órás programokat rendelnek, kiállító helyeket látogatnak, étkezést is rendelnek, tehát egyre hosszabb időt töltenek Fehérváron, és minden visszajelzésünk az, hogy még ezt is keveslik, tehát egyértelműen azok a visszajelzések, hogy több időt kell Fehérvárra szánni. Nagyon sok a program, a látnivaló és a kulturális érték is itt. A Turinform iroda mivel készül? Milyen kedvezmények vannak, esetleg milyen jegytípusok, amiket így a látogatók, illetve a fehérváriak is igénybe tudnak venni? A Turinform iroda elsősorban programokkal, kiegészítő programokkal készül. Azt gondoljuk, hogy abban az időszakban, amikor kiemelt számú turista és látogató érkezik a városba, különböző rendezvények miatt, akkor mindent megpróbálunk, minden eszközt megragadni ahhoz, hogy még többet mutassunk be a városból, és hát kedvet csináljunk még további látogatáshoz, felvillantsuk azt, hogy mi mindent érdemes itt megnézni. Ezért az egész nyár folyamán, júniustól kezdve minden hétvégére garantált programokat hirdetünk, tematikus városnézős hétákat, idén pedig már minden hétvégén buszos kirándulással is kiegészítettük a programjainkat, úgyhogy a júliusi hétvégéken, már az előttünk álló hétvégére is igaz, ez a programunk is telt házzal fut, tehát igény van rá, hogy még többet ismerjen meg a városból és a város környéki látnivalókból. Ha Bécsel nem is versenyezhet városunk, az biztos, hogy Fehérváron mindig van látványosság és színes programok, melyek ide vonzák a turistákat a világ bármely pontjáról. És még csak most jönnek az augusztusi programok. Ez volt már az Együtt magazin, de jövő héten hétfőn a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!